közérkeztetési szakács versenynél is az a legfontosabb, ugyanúgy, mint az otthoni főzéseknél, vagy az otthoni alapanyagellátásnál, hogy a lehető legrövidebben kerüljön egyébként a termelőtől a végfelhasználóhoz az alapanyag. Látjuk azt az alapanyagokon, hogy nem mindig a szezonnak megfelelőeket használják egyébként a versenyzők is. Ez lenne a másik legfontosabb. Tehát a két dolgot szeretnék kiemelni egyébként abban, hogy az alapanyag hogyan kerülhet a végfelhasználóhoz, hozzánk vagy a konyhai dolgozókhoz. Ha lehető legkevesebb utat tegye meg, akkor nem kell annyi üzemanyagköltséget fizetni, nem fogja megemelni a zöldségnek az árát. A másik pedig az, hogy tényleg próbáljunk meg, tudom, minden kapható egyébként, akár szupermarketekben, meg nagyobb üzletekben, minden alapanyag egész évben kapható. De nagyon fontos lenne, hogy azokat a gyökérzöldségeket használjuk javarészt télen, amik tényleg akkor van szezonja, és akkor a friss zöldségek, akár egy spárga, akár egy brokkoli, egy karfiol, ne akkor használjuk, amikor eszünkbe jut, hanem amikor tényleg szezonja van. Ha ez meg lehetne, ezt tudnánk csinálni, tényleg minden nap be tudnánk fizetni a napi konyhánkban, a napi főzésünkbe. És hogyha ezt betartanánk és így vásárolnánk a zöldséget ez alapján, akkor nem csak olcsóbban jutnánk ezekhez az alapanyagokhoz, hanem sokkal változatosabban tudnánk étkezni.